Pálinkás, jó reggelt, vagy inkább már jó napot kívánok mindenkinek. Ahogy ígértem, a mai nap fogok csinálni nektek egy ilyen kis apró bemutatót, egy ilyen gyors tesztet, ha úgy vesszük, erről a Mercedes buszról, amit most pár hete kaptam meg. Amiatt majd elnézéseteket kérem, hogy nem tudtam, vagy nem volt lehetőségem kitakarítani a buszt, ugyanis hiába takarítja ki az ember, mert letöröltem én itt a műszerfalat, meg ezt-azt, de annyira rengeteg virágpor száll mostanában a levegőbe, hogy gyakorlatilag fél nap alatt visszafújja és tiszta por minden. Nem is ez a lényeg, hogy lássátok, hogy mennyire patyolat tiszta és új ez a busz, hanem mégis az, egyfajta összehasonlítás lesz ez az előző buszom, illetve a mostani között. Miatt sajnos nem tudom nektek az egész kis terrautót megmutatni, mert már felmatricázva kaptuk. Ugyebár nem tudom, mondtam-e, de titoktartás kötelez engem a céggel kapcsolatosan, tehát én közösségi médiába konkrétan nem rakhatok ki semmit a munkáról. Ha pedig ugyebár a logót megmutatnám, akkor azzal egyidejűleg már megszemélyesíteném úgymond a céget. Erre eddig is vallásos pontossággal figyeltem, próbáltam elkerülni, szóval telében nem fogjátok a buszt látni, csak egy részleteiben, maximum majd képeket vágok be, hogy hogy néz ez ki, de gyakorlatilag kasznira teljesen ugyanaz a konstrukció, mint az előző, nem nagyon változtatottam Mercedes az elmúlt 4 évben semmit, csak a belbecs változott, hogy úgy mondjam, az viszont elég rendesen, és előjáróban annyit mondanék, hogy nem egészen előnyére. Jó reggelt, immár másnap reggel vagyunk, bocsi srácok, de tegnap összejött egy-két dolog, majd már elmesélem. Végre úgy kelünk fel reggel, hogy látszik a nap felkelte. Ne haragudjatok, de ez nekem speciál külön örömet okoz, hogy úgy kelhetek fel reggel, hogy már világos van, és nem kell sötétbe munkába járni. Ez egy csoda. Csak emlegetni kellett a bajt. Check engine lámpa 3000 kilométernél. Habár nem kell ezt nagy dobra venni, ezt pontosan tudom, hogy mi. Ezt csinálta a régi buszom is, hogy eltűnik, csak a napi számláló maradt fent, eltűnik a rendes kilométeróraállás, és aztán ezt csinálja. Feljön a check engine, aztán egyszer csak visszajön a kilométeróraállás, és az is eltűnik, szóval ez csak valami kis elektromos hiba, de ezek szerint ez nem sikerült az előző konstrukciót kijavítani. Na szóval egy ilyen 3000 kilométer megtétele után egy ilyen gyors teszt, hogy úgy mondjam, a kocsiról, vagyis a buszról. Az nagyjából úgy kezdeném a témát, hogy a Mercedesnél igencsak a spórolásra álltak rá az elmúlt pár évben, és az előző modell az egy 2020-as kiadás volt, ez pedig egy idei friss 2024-es. Kezdjük ott, hogy az elektromos tükörállítás az smafu, most már tologatott kézzel kis haver, mert vége, spáren van. A másik dolog, itt a másik konstrukcióban volt egy extra, hát így lehet jobban látjátok, ott volt egy extra USB-C, szóval tudtad nem csak felcsatlakoztatni az agyára úgymond a telefont, hanem pluszban tudtad egy másik dolgot tölteni, ez mint olyan elmúlt. A maga a központi egység az ugyanaz maradt, a tolatókamerák is, minden, ahogy kinéz. Hát amit még nagyon hiányolok, az maga a tempomat, az ugye benne volt a régiben, ebben pedig nem. Személyes kedvencem, még egyszer bocsisrácok, hogy kinéz, gumiszőnyeg nem jár hozzá, ugyanis az feláras. És akkor mutatnék még valamit, itt hátul. Nem tudom, hiányoltok-e innen valamit, ugyanis normál ilyen buszokon szokott hátul lenni egy ilyen kis fellépőke, hogy ezzel is könnyítsük a dolgozó munkáját. Hát itt nem, itt ezt bizony lespórolták, így előre meg tudom mutatni, ugyebár ez tök ugyanaz a konstrukció,
mint ami volt a régebbi is, kinézetre teljesen ugyanaz. És hát amiért nagy valószínűséggel rákattintottál erre a videóra, az nem más, mint ez. A csoda. Látható, hogy itt van egy jó kis mélyedés a kaszniban. Hát ezt mindjárt elmesem nektek, hogy hogy történt. Gyakorlatilag a tegnapi nap folyamán egy cégnél való kirakodás közben történt ez a dolog. Én már benn voltam hátul a raktérben, mikor is friss 1931-es születésű nevén nem nevezem meg Papóka mellőlem a parkolóból próbált kitolatni, természetesen fullvakon, és azzal lendülettel, hogy neki ment a busznak, gyakorlatilag észre se vette, és még két bő gázt nyomott, de nem tűnt fel neki az, hogy a kocsia nem mozdul semmilyen irányba se, viszont cserébe a kaszni az libeg mindenfelé. Már akkor mellé értünk a kocsijának, én jobbról, a egyik ott dolgozó cégnél ott dolgozó ember balról, és csápolva, ordibálva adtuk tudtára, hogy nézzem már bele, legyen olyan már kedves, és nézzem bele a tükörbe, ugyanis éppen neki megy valaminek már harmadjára. Ekkor a papa nagyon megijedve nyomott egy egyest, és előre gurult. Remegő kézzel szállt ki, hogy közölve velem, hogy hát ő nem látta, hogy az a busz itt van, ami elég érdekes, mert ha emlékeim nem csalnak, én mikor bekanyarodtam a céghez, én még őt láttam kijönni az ajtón, szóval gyakorlatilag végignézte, hogy én beparkolok a bejárati ajtóhoz, ő beült, indított és bőgázt adott. Hát ez van akkor, amikor olyan embernek adnak jogsit, akinek már nagyon-nagyon-nagyon nem kéne. Erről ennyi a véleményem. Nem tudom, hogy mi lesz a végeredménye, de hát nagyon remélem, hogy lesz valami rendőrségi dolog is benne. Én a kártörténet, vagy hogy hívják azt a formulárt, amit ki kell tölteni, én abban megadtam, hogy gyakorlatilag háromszor ment neki a bácsi. Szóval picit demens, picit már vakon van. Hát mit várunk? 93 éves. Azt sem értem, hogy ilyen ember miért ül egyáltalán a volán mögé. Na mindegy. Úgyhogy most várjuk a papírokat, vagy várjuk a biztosítónak a visszajelzését, aztán gondolom meg lesz csináltatva, hát effektíve csak esztétikai hiba, szóval itt a tolóajtó attól függetlenül ugyanúgy működőképes. Jár így az ember. A másik buszt majdnem 160 ezer kilométerig vezettem, soha nem történt semmi hasonló. Itt ez összejött. Murphy törvénye. Ami összejött, az össze is jön. Na de visszakanyarodva a busznak a dolgaira, annyit el tudok mondani, hogy ez a konstrukció jó pár lóerővel gyengébb, mint az előző. Nagyjából egy olyan 150 körül volt a másik, ez pedig egy olyan 101 néhány lóerő körül van. Az biztos, hogy a motor az elektronikusan szabályozva van, ugyanis, hogyha bőgázt adsz neki, akkor is van olyan, hogy visszaesik a fordulatszám. Kicsit olyan, mint az automata váltós autóknál, hogy elektromosan szabályozza azt, hogy mekkora fordulatszámon pörögjön a motor effektíve. És a plánét, azt majd csak most mondom nektek, ugyanis a 2020-as konstrukció, amiben volt tempomat, volt gumiszőnyeg, volt extra csatlakozó a telefonnak, volt hátul kis fellépőke, hogy ne essél ki a raktérből, mikor hátrálsz kifele, az 21 ezer euró körül volt, míg ez több mint 40 ezer euró. Jelzem 2020-2024. Majdnem duplája, sőt, gyakorlatilag duplájába kerül ez a konstrukció, mint az került, úgy, hogy egy csomó minden kikerült a palettáról. Szóval hagyjuk időt ezen gondolkodni. Nagyon érdekelne az, hogy ilyen mértékű drágulás esetén mennyi időbe telik, mire egy ilyen busz visszatermeli az árát. Mert azért nem mindegy, hogy 20 vagy 40 ezer eurót kell visszatermelnie, amellett, hogy tudtommal drasztikusan nem kap a főnökünk több pénzt jelenleg
a csomagokért, mint annak idején kapott. Szóval ez kérdéseket vet fel. Minden esetre köszönöm, hogy meghallgattatok. A mai részben ennyi fért bele, és legközelebb, ha minden igaz, a Peugeot-val fogom folytatni, ugyanis egy-két dolog már történt a javítás, renoválás szempontjából, majd ezekről szeretnék nektek beszámolni. Úgyhogy találkozunk legközelebb is, és további szép napot nektek. Sziasztok!